A régészeti feltárások segítenek megismerni egy-egy már elfeledett kor, hely vagy személy korábbi történetét, felidézni emlékét. A Szekszárdi Vármegyeháza és a Bélatéri kutatások korábban egy középkori apátság falmaradványait tárták fel. A leletanyag köthető volt a Szekszárdon elhunyt uralkodóhoz, első Béla királyhoz. A tér és az épület rekonstrukciója során Vizi Márta vezette 2008-ban a kutatásokat, melyeket publikált többek között a Szekszárd történetét bemutató könyvében is. Most a bonyhádiaknak tartott előadást az ásatásokról és a király esetleges nyughelyéről. Akkoriban biztató jeleket mutatott a kutatás. Az első Béla uralkodónk sírja, illetve annak a helye, mondhatjuk azt is, hogy évszázadok óta izgalomban tartja a város lakóit, és időről időre felreppennek olyan hírek, amelyek arról szólnak, hogy na, és akkor mindjárt megtalálják uralkodónk sírját. Korábbi feltárások során a Vármegye háza alatt már korábban feltárt apátsági templom falszakaszai bizakodásra adtak okot a kutatóknak, hogy esetleg megtalálják első Béla király sírját. A Vármegyeháza északi falából, ugyanis az apátsági templomba irányulóan két falcsónk bújt elő, és az ásatások során akkor nem volt lehetőség arra, hogy a Vármegyeház alatti területet megkutassák. A döntés nyomán, illetve a hatástanulmány nyomán indult meg az ásatás, és ennek eredményeképpen előkerült egy kápolnának a maradványa. A kápolna azonban nem a korábban feltételezett első Béla kori, tehát Árpád kori kis templom volt, hanem egy jóval későbbi gótikus építmény. Ez vadonatúj eredménynek számít egyébként, és a szekszárdi lakosok megismerkedhettek a Vármegyeháza területén, a földszintjén lévő kőtárban ezzel az építménnyel, de ezzel még nyitott maradt a kérdés. Nem volt reménytelen a dolog, ugyanis a kápolna körül és kint a téren is egy árpádkori temetőnek a sírjait tártam föl. És ehhez tudni kell, ugye, hogy az árpádkorban és még egy jó darabig általában a templomok, a település temploma köré kellett temetkezni, amit aztán egy fallal vettek körül. Bármilyen sok munkát és bármennyi sok sírt is föltártunk mi a ma Béla király téren, sajnos nem sikerült, nem volt lehetséges a temető teljes terjedelmét megvizsgálni. Többek között azért, mert ugye egyrészt a rekonstrukciós munkák nem terjedtek ki oly mértékig a tér egészére, hogy ott ezt végig lehessen követni. Másrészt pedig a temetőre ráépült egyébként a mai Vármegyeháza. Tehát azt is feltételezhetjük, vagy azt is mondhatjuk, hogy akár azon a részen is lehet ez az egykori kis templom. Még további problémáink is vannak azonban ezzel a kérdéssel. Ugye első Bélát azért temették el ebbe a kis templomba, mert halála olyan váratlan volt, hogy addigra nem készült el az által alapított bencés apátságnak a temploma, és ugye a megszenteletlen, még félkész épületben nem lehetett az uralkodót eltemetni. Tudjuk azonban, hogy ebben a korszakban szokás volt az, hogy az uralkodót általában abba a templomba temették el, vagy abba a székesegyházba, amit ő alapított, és ha a haláleset nem úgy történt, hogy éppen annak a közelébe lett volna, akkor a testet egy későbbi időpontban átszállították. Na most olyan kevés történeti forrás maradt fönn erről az eseményről, vagy erről a dologról, hogy mi is van az uralkodó sírjával, hogy igazából nem tudjuk mind a mai napig, hogy valójában, ugye úgy mondják ezt szakszal, hogy felemelték-e a testet, készült-e egy valóban díszes síremlék a mi apátsági templomunkban, esetleg máshova szállították-e el, vagy tekintsük azt ténynek, hogy a felszentelt templomba egy alkalmas időpontba egy díszes sírhelybe áthelyezték az uralkodót, akkor sem tudjuk azt, hogy az idők viharai során, itt éppen a török korra gondolok,
hogy mi történt ezzel a sírral. Az ásatások óta eltelt már 11 év. Első Béla király sírhelye azóta is ismeretlen a történészek és a történelem iránt érdeklődő emberek számára.